Lőcze Tibor igazgató köszönetet mondott Pintér Szilárdnak, Dombóvár polgármestereinek és Dömötör Csabának, a Tolna vármegyei szakképzési centrum kancellárjának, hogy az együttműködés révén megvalósulhatott az iskola udvarának térkövezése. A búcsúzó diákunknak pedig sikeres vizsgát és boldog felnőttkort kívánt. Idén nagyon rendhagyó a balagási ünnepségünk több szempontból is. Egyrészt azért, mert nagyon kevés a balagott diákunk, hiszen csak egy osztályunk balag, azért, mert a többiek technikusi képzésbe vesznek részt, ezért egy évvel tovább maradnak nálunk, úgyhogy egy kicsit családias lesz a hangulat. Másrészt pedig azért rendhagyó most ez az ünnepség, mert ez az első alkalom, hogy a szép új udvarunkat felavathatjuk, ami most lett letértekövezve, és nagyon örülünk neki, hogy bízunk benne, hogy jól fog sikerülni. A balagó osztályunkból 5-en tesznek rendes érettségi vizsgát, a 11 diák pedig a 16-ból úgy döntött, hogy nálunk folytatja a tanulmányait, és előrehozott érettségi vizsgát tesz, és pedagógiai munkatárs képzésben fog részt venni a következő évben, tehát szakmát is fognak nálunk szerezni. A balagásra a 11. évfolyam most diákjaink adnak egy nagyon kedves kis műsort, nagyon készültek rá, nagyjából 2 hetet vett igénybe ez a felkészülés, és most még az utolsó pillanatokban is próbálnak. Kicsit gondba voltunk, mert nem tudtuk kiszámolni, hogy milyen idő lesz, úgy néz ki, hogy az időjárás az kegyes hozzánk, és talán még itt a nap is kisüt, de készültünk egy esőtervvel bent a tornaterembe, és készültünk a főtervünkkel itt kint az udvaron, hát szeretnék, hogy ez valósuljon meg, és úgy néz ki, hogy ez is fog tudni megvalósulni. Farkas Viktória pozitívan emlékszik vissza az iskolában eltöltött éveire. Elmondta azt is, hogyan készült fel az ünnepségre. Próbáltunk. Én szerepelek a búcsúztató műsorban is. Én mondom a búcsúbeszédet is. Úgyhogy hát készültünk ezerrel. A ballagókat Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte. Tudták azt mondani, hogy ez egy fordulópont az életben. Mindenki észreveszi ezt a fordulópontot, csak pont azok nem veszik észre, akik benne vannak ebben a folyamatban, és akik most úgy kellene érezzék magukat, hogy egy fordulóponthoz érkeztek. Főleg nem a fiúk nem érzik ezt. A lányok még készülnek erre a nagy napra, elmennek sminkeshez, elmennek a fodrászatba, a fiúk csak úgy lángzán próbálják őket követni, de ez az élet egyéb más területein is így van később is. De én azt gondolom, hogy a későbbiekben látjátok meg a fontosságát annak a napnak, ami igazából a mai nap, hiszen ez a nap is kell ahhoz, hogy jövő héten megkezdődjön az érettségi, és utána pedig a tanulmányaitokat tudjátok folytatni, és majd későbbiekben el tudjátok határozni, hogy milyen hivatást választatok a tanult szakma mellett. Potápi Árpád János államtitkár reméli, hogy a ballagókra sikerekben gazdag évek várnak.